A minimális célt elérte ugyan, de teljesen nem lett elégedett a szereplésével a nyíregyházi KC. A bajnokság felénél a harmadik helyen állt az együttes, a tavasz azonban szerényebbre sikerült a vártnál. 4 fordulóval a zárás előtt edzőváltás történt, Grandjean Gábor helyét Bécsi János vette át. A bajnokságot 100%-os teljesítménnyel a mezőnyből kiemelkedő Ferencváros nyerte, míg a nyíregyháziak 14 győzelemmel és 12 vereséggel, döntetlen nélkül 28 ponttal a 6. helyen zártak, 1 ponttal megelőzve a mögöttük végző 2 csapatot. A bajnokság kezdet előtt azt fogalmaztuk meg, hogy mindenképpen szeretnénk az első 6-ban lenni. Ugye ennek a sorozatnak a Ferencváros azért kiemelkedő szereplője volt. Ugye az volt a kérdés, hogy egyáltalán fog-e pontot veszíteni, úgy nyeri meg a bajnokságot, hát nem vesztett. És az összes többi csapat, azt mondom, hogy a pillanatnyi forma alapján jöttek az eredmények. Valóban az ősz az sokkal jobban sikerült a csapatunk számára, hiszen a 3. helyen zártuk a tabellát. A tavasszal ez a jó szereplés, ez egy picit megrekedt. Azóta azért sokszor és sokféleképpen elemeztük ezt a 6. helyet. Valójában a minimális célkütőzést teljesítettük, azonban én azt gondolom, hogy azokat a hibákat, amiket elkövettünk, azt mindenképpen szeretnénk a jövőben majd javítani. Nyáron jelentős változás várható a játékos keretben, többen táboznak, helyükre fiatal kézilabdázókat szeretne szerződtetni a klub vezetősége. Amit én nagyon sajnálok, az a Kaplonyi Zolinak a távozása, de ő nem távozik, tulajdonképpen ő abba hagyja az aktív kézilabdázást. Ő egy nagyszerű ember, egy nagyszerű csapatjátékos, aki nagyon sokat tett a nyíregyházi kézilabdáért, amit én ezúton is köszönök neki. Ő neki mindenképpen szeretnénk itt a csapat környékén valamilyen feladatot adni, úgyhogy ő mindenképpen több szempontból is érzékeny veszteség a klub számára. Aki biztos távozik, az a Páncél Zoltán, ő 3 évet töltött nálunk, ő hazatér, Békés Csabára Békésen fogja tovább folytatni a pályafutását. És még vannak kérdőjelek, de én azt gondolom, hogy egy 6-7-8 új játékos mindenképpen fog érkezni, illetve a most junior bajnok csapatból legalább 4-5 játékos fog már most a felnőtt csapattal készülni, sőt, hogy tovább menjek, a most serdülőből kiöregedett és már a serdülő válogatott környékén is szerephez utoló játékosok közül 3 fognak a felnőtt csapattal készülni, tehát egy fiatal, dinamikus csapatot szeretnénk kialakítani a jövőben. A következő szezon szeptember 17-én rajtol. A nyíregyháziak 7 hetes felkészülést terveznek, így július 31-én kezdik el a munkát Bécsi János irányításával, aki továbbra is bizalmat kap a klub vezetésétől.